Hagyományteremtő kemenesaljai vadásznapok. Augusztus 1-től új helyi rendelet lépett életbe. Új épülettel bővül a Szent Benedek. Párakapu a hőség ellen a belvárosban. Németországban lépett fel a kemenesalja néptáncsoport. Nyári tábor a Vulkánparkban. Sporthíreinkben a második celldömölki Openről tudósítunk. Jó napot kívánok! Ismét új rendezvénnyel gazdagodott Kemenesalja éves programkínálata. Július 24-e és 26-a között a hagyományteremtő szándékkal megrendezett első kemenesaljai vadásznapokra várták az érdeklődőket a vulkánfürdőre. Első alkalommal került megrendezésre hagyományteremtő szándékkal a kemenesaljai vadásznapok és trófea kiállítás. A háromnapos rendezvény lebonyolítására a Vulkánfürdőn került sor július 24-e és 26-a között. Péntek délután 6 órakor ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a vadásznapok programsorozata. Elsőként a Vas megyei közgyűlés elnöke Majtényi László lépett színpadra, aki beszédében Kemenesalja előnyös földrajzi fekvését méltatta, mely lehetőséget nyújtott a rendezvény szervezőinek, hogy Vas és Veszprém megye vadásztársaságait egyaránt mozgósítsák, szorosabb kapcsolatot képítve ezzel a két megye között. Ezt követően Gagyi István, a Vas megyei vadászkamara elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédében elmondta, a vadászat egy ősrégi hagyomány, mely manapság már szigorú szabályok mellett a vadlétszám szinten tartásának és a vadállomány védelmének előtérbe helyezésével zajlik. Ezután Lakatos Pál, a Safari Club International alelnöke lépett az emelvényre, aki hangsúlyozta, a mesterséget űzők nem hobbiból ölnek, hanem szenvedélyből vadásznak. Végül Fehér László, celldömölk polgármestere köszöntötte a vadászokat, ismertetve a város múltját, kihangsúlyozva földrajzi adottságait és természeti kincseit. Az ünnepélyes megnyitó zárásaként a TDM elnöke Henrik Máté adott át díjakat azoknak, akik pályájuk során sokat tettek a térségi vadászatért és vadásztársadalomért. Elismerésben részesült idősebb Bakó László, Cilinger Gyula, Keresztúri Csaba, valamint Rudolf Widner az esemény egyik főszervezője. A rendezvény megnyitóját az Őszhívásra várva című trófea kiállítás megnyitója követte, ahol a térségből származó vadak mellett a térségből származó vadászok elejtett zsákmányainak trófeái kerültek kiállításra. A megnyitót követően kezdetét vette a háromnapos rendezvény színes programsorozata. A második nap egyik legnépszerűbb attrakciója minden bizonnyal a téglagyári tónál megrendezett kutyabemutató volt, ahol a megjelent egyletek és szövetségek mutattak be különböző vadászati elemeket az érdeklődők számára. Szintén nagy népszerűség övezte az utolsó napon megrendezett csolymász bemutatót. Az előadás alatt a közönség testközelből tapasztalhatta meg, hogy ejtik el zsákmányukat a ritka madarak. Mindemellett a hétvége folyamán a bemutatókkal és egyéb programokkal párhuzamosan különböző gyerekfoglalkozásokkal, mint az ugrálóvár, a népi fajátékok és az íjászat, valamint helyi termékek kirakodó vásárával és bemutatójával várták a szervezők a rendezvényre látogatókat. Augusztus 1-től új helyi rendelet lépett életbe a közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatban. A határozat az ingatlan tulajdonosok és a közterületet használók kötelezettségeit foglalja magába, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségek szabályait. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok képviselőtestületeinek, hogy rendeletben határozzák meg a tiltott, közösségellenes magatartások szabályait. Habár Celldömölk város önkormányzata hozott is rendeletet, az Alkotmánybíróság döntése miatt azonban ezt 2013. április 30-ával hatályon kívül helyezte. Ehelyett lép egy új önkormányzati rendelet életbe, mely a közösségi együttélés alapvető szabályait foglalja össze, és melyet július 2-án meg is szavazott a város képviselőtestülete. Mindenre azért volt szükség, mert a 2012 évi kettes törvény, ami a szabálysértésekről szól, viszonylag kismértékben szabályozza ezt a területet így a helyi önkormányzat szintjén, város szintjén, úgyhogy a testület ez idő alatt úgy döntött, hogy igazából ilyen rendeletet kíván alkotni. Túl sok szabályt nem alkottunk ebben a rendeletben, viszont ezek a szabályok azért kézzelfoghatók és talán betarthatók. Ezek közül egy párat kiemelnék. A
közterülettel legfontosabb szabályuk, hiszen a közterületet alapesetben lehet használni a rendeltetésének megfelelően. Rendeltetéstől eltérő használatot közterület engedély birtokában lehet, tehát aki nem az engedélyben foglaltak szerint, illetve engedély nélkül használja a közterületet más célra, az például már megszegi ezeket a szabályokat. Közterületen autóbuszt, mezőgazdasági gépjárművet, illetve teherautót bizonyos időszakokban, éjszakai időszakban nem lehet használni vagy tárolni, akkor közterületen a zöld felületre autóval, gépjárművel ráhajtani szintén tilos. A játszóterek vonatkozásában is alkotott a testület rendeletet, hiszen a játszótereket este 21 és reggel 8 óra között tilos használni, hiszen az nem arra szolgál, hogy ott összegyűjjenek az emberek, randalírozzanak, hanem tényleg az, hogy a gyerekek játszani tudjanak. Nem csak a közterületet használókkal szemben fogalmazott meg szabályokat az önkormányzat, de az ingatlan tulajdonosok kötelezettségeiről, valamint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségekről is foglaltak írásba új határozatokat. Az ingatlan használókkal szemben is van kötelezettségek, amiket teljesíteni kell, ilyen a zöld területek karbantartása, a gaztalanítás, a télen a síktalanítás, hóeltakarítás, ami szintén kézzel fogható. Itt az ingatlan használók, ingatlan tulajdonosok egyetemlegesen felelnek, illetve a nagyon fontos téma még a hulladékkezeléssel kapcsolatos probléma, ami megjelenik, tehát itt pedig a hulladékkezelésről szóló jogszabályok alapján szerződést kell kötni a szolgáltatóval, akár szilárd hulladékra, akár folyékony hulladékra, ahol ugye nincs csatorna bevezetve, és ennek a szabályait be kell tartani, ezt is tudjuk igazából nyomon követni és szükséges szankciót alkalmazni. Helyszíni bírság kiszabására a közterület felügyelők jogosultak, a bírság mértéke pedig akár 50 ezer forintig is terjedhet. A jogsértőkkel szemben ezen kívül hivatalból indított eljárás során közigazgatási bírság kerül kiszabásra, mely magánszemélyeknél akár 200 ezer forint, jogi személy esetében pedig akár 500 ezer forint is lehet. A rendelet az augusztus 1-én fog hatályba lépni, és ugye a közös önkormányzat hivatalnál testület úgy döntött még korábban, hogy két félállású közterületfelügyelőt foglalkoztat, akiknek ezután igazából próbáljuk a munkaidejét úgy beosztani, hogy az egész nap folyamán tudják ezeket a tevékenységeket, jogellenes magatartásokat ellenőrizni. A legutóbbi testületi ülésen megszavazott és augusztus 1-től hatályba lépő új helyi rendeletről a lakosság a Város honlapján tájékozódhat bővebben. Hamarosan új épülettel bővül a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola intézménye. Már elbontásra is kerültek azok a Koptikodó utcai épületek, melyeknek helyén jövő tavaszra felépül majd a két osztálynak helyet biztosító új létesítmény. Régóta fennálló problémát jelent a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola számára, hogy az intézmény egy ideje már kinőtte a József Attila utcai épületét. Az elmúlt években ideiglenes alternatívákkal próbálták orvosolni a telített létszámú osztályok elhelyezését, hamarosan azonban úgy tűnik, végleges megoldás születhet a problémára. Kinőttük ezt az iskolaépületet, kerestük, voltunk már a mostani ugye kolostor épületben, aztán ott most átalakítások kezdődtek. Egy kicsit meghúztuk magunkat az anyaépületbe, a főépületbe, de hát ez csak egy átmeneti megoldás, és hát több feladatra, több mindenre keressük a helyet, a lehetőséget, és hát így jött ez, hogy a plébánia szomszédságában eladó volt ez az épület, és a plébánia amúgy is ugye költözni fog az új helyére majd ősszel, ha elkészül a kolostor épülete, és így ez a saroképület, amit látható, illetve hát a plébánia együtt majd ad egy új lehetőséget az iskola fejlődésére. Az elmúlt időszakban elbontásra is kerültek a Koptikodó utca sarkán álló lakóházak, melyeket az iskola fenntartója vásárolt meg. Várhatóan ősszel pedig a plébánia épülete is megüresedik, miután átköltözik majd a felújított kolostorba, így még nagyobb terület szabadul fel az új létesítményhez. Illetve ezzel párhuzamosan be tudtunk adni egy pályázatot, ahol amely összeggel hát egy első ütemű építkezést majd az ősz folyamán el tudunk kezdeni.
több ütembe tervezzük az építkezést, ez egy nagyobb összesége, egy nagyobb beruházás lenne. Hát most természetesen sok minden lóg még a levegőbe, tehát sok mindennek a függvény az, hogy mikorra és mi tud elkészülni. Amit most látunk, hogy itt a pályázat kapcsán egy első ütem, ez most már nagy valószínűséggel el fog készülni, ahol két új osztályterem és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek, tehát tanári szoba, WC, vizes blokkok fognak készülni. Hosszú távon egy nagyobb ebédlőre is szükségünk lesz, ezt szintén az új épületbe terveztük. Az építkezés első üteme várhatóan jövő tavaszra befejeződik, így ősztől már két osztály az új létesítményben kezdheti meg a fél évet. Cupor Attila igazgató megjegyezte, az intézménynek természetesen vannak további tervei is. Amennyiben az iskolának sikerül a későbbiekben, akár a fenntartó, akár egyéb pályázatok révén további támogatást szereznie, szeretnék hatosztályosra bővíteni az új épületet, mely a későbbiekben akár egy tornateremnek is helyet adhatna. Május 28-ai projektnyitó rendezvénye után július 8-án tartották meg az első kerekasztal találkozójukat az Esélyegyenlőségi Akciók és Szervezetfejlesztés a Celnömöki Járásban című projekt résztvevői partnerei, a járási települési polgármesterek, az önkormányzati hivatalok jegyzői és a közreműködő intézmények, valamint szervezetek munkatársai. A projekt azóta is folyamatban van, július 22-én és 23-án kétnapos tréningen vettek részt a program közreműködői, melynek keretében továbbra is az AROP projekt elsődleges céljai kerültek fókuszba. A közszolgáltatások folyamatos megújulása, a szervezetfejlesztés, a partnerekkel való együttműködés, a szolgáltatások minőségének javítása és mindezzel az esélyegyenlőség biztosítása, megteremtése. Habár az utóbbi napokban jelentősen enyhült az időjárás a térségben, az idei év júliusa viszont így is rekordokat döntött. A hőség elleni küzdelemből természetesen a város és a helyi tűzoltóság is kivette a részét. Az idei július volt az évszázad legmelegebb hónapja Magyarországon. Az elmúlt hetekben szinte állandó hőségviadó volt érvényben. Épp ezért igyekeztek a szakemberek folyamatosan felhívni a lakosság figyelmét a kánikulával járó kockázatokra és a nagy meleggel járó veszélyek megelőzésére. Mindenki igyekezett a lehető legelviselhetőbbé tenni a forró napokat, aki tehette, természetesen főként vízközelben a strandokon vészelte át a kánikulát. A hőség elleni védekezésből a város önkormányzata is kivette a részét a városgondnokság által a belvárosban felállított párakapuval, hiszen a melegben nem csak a test belső hidratáltsága, de a külső hidratáció is ugyanolyan fontos. Nem csak a párakapu jelentett enyhülést a nap legforróbb óráiban, a gyerekek nagy örömére a celdömölki önkormányzati tűzoltóság is kivette a részét a hőség elleni küzdelemből. A tűzoltók hideg vízsugárral öntözték a gépinteret, amiből természetesen az arra járó lakosok és az épp ott játszó fiatalok is bőven kivették a részüket. Július 3. hétvégén németországi meghívásnak tett eleget a Kemenes-Saja néptáncsoport. A müncheni magyar főkonzulátus vendégeként nagyszabású fesztiválon vettek részt a celi táncosok. A celdömölki Kemenes-Saja néptánccsoport július 18-án a kora reggeli órákban indult a kétnapos németországi utazásra. Közel 10 órás buszozás után érkeztek meg a München egyik külvárosában található közösségi házhoz, ahol a turné első fellépésére került sor. Az egyik ottani magyar egyesület vendégeként mutattak be a Kárpát-medence és szűkebb környezetünk Vas megye területéről származó táncokat. A müncheni magyar főkonzulátus meghívásának elegettéve érkezett Németországba a csoport. A szervezésben a térségünket 4 cikluson keresztül az országgyűlésben is képviselő Kovács Ferenc is komoly szerepet vállalt. A volt országgyűlési képviselő most a müncheni főkonzulátus nemzetpolitikáért felelős konzuljaként tevékenykedik. 2015. február 16-án kaptam meg a kinevezésemet, és akkor aznap jöttem ki Münchenbe,
gyakorlatilag egész Németország területén én vagyok a nemzetpolitikai felelős diplomata, konzuli beosztásban, a Müncheni Magyar Főkonzulátus épületében azzal a székhelyen. Feladatom nagyon összetett, sokrétű. Először is fel kellett mérnem azt, hogy az itt élő magyarok milyen igényen lépnek fel a magyar kormány fele. Egyre nagyobb számban élnek itt magyarok, nem csak magyarországiak, hanem általában Kárpát-medencéből ide települt magyarok. Csak hogy egy példát elmondjak, például a Müncheni repülőtéren, amelyik Freising település mellett található, a 6000 dolgozóból több mint 1000 magyar. Ott is van egy önálló egyesületük azoknak a magyaroknak. Tegnap a Kemenesai Néplánc csoport az ő vendégük volt, és hát rengeteg magyar szervezet működik, Passautól Nürnbergig, Münchenben több egyházi összefogás is van, külön van a reformátusoknak, külön a katolikus missziónak, és hát vannak öntevékeny körök is, művészeti csoportok, népi táncosok, népzenészek, és van például Münchenben Széchenyi kör is, tehát eléggé széles a magyar politikai, illetve a magyar nemzetnek a megjelenési formája Bajorországban is, de hát egész Németországban. Másnap délelőtt újabb 100 kilométeres utazás után jutottak el a táncosok a Duna mellett található Deggendorf városba, ahol a Müncheni Magyar Főkonzulátus közvetítésével a Dunamenti országok első fesztiválján képviselték hazánkat. Most itt vagyunk a Duna partján, Deggendorf városában, amely első ízben ad otthont a Deggendorfi Dunamenti, vagy a Dunamenti országok Dunai fesztiváljának. Itt 10 ország mutatkozik be nemzeti hagyományokkal, különlegességekkel, mi például hungarikumokkal, a standok ott vannak hátul, és a színpadon majd itt fog fellépni a Kemenesaljai Néptánc Együttes. A főpolgármester úr nekem azt mondta, hogy első ízben rendezik ezt a fesztivált, de szeretnének hagyományt teremteni, és 2 évente erre a seregszemlére sort keríteni. A celdömölki önkormányzat képviseletében Söpte Józsefné alpolgármester kísérte el a csoportot. Mint az alpolgármester asszonytól megtudtuk, a táncosok vendégszereplését városunk is támogatta, és a későbbiek folyamán nem kizárt, hogy kulturális együttműködés is kibontakozzon Celdömölk és Deggendorf között. Egy órával ezelőtt találkoztam Deggendorf város főpolgármesterével, és velem volt a Müncheni konzulátus kulturális ügyekért felelős konzulja is. Egy tartalmas megbeszélésen abban maradtunk, hogy látva a népi tánccsoport fantasztikus ruházatát, a gyönyörű táncát és az igazi magyar folklort, szívesen látnak minket máskor is itt. 2 évenként rendezik meg ezt a fesztivált itt a gyönyörű Dunaparton, azoknak az országoknak a részvételével, amelyeken a Duna végig halad. Beszéltünk arról is, hogy a városnak nagyon komoly népi tánc együttese van, a német táncok valamennyit nagyon jól ismerik és művelik, és a kérdésünkre, hogy esetleg egy olyan városba is eljönnének-e, amelyik nem a Duna partján van, de közel a Balatonhoz, és a vulkáni hegyek ölelésében, ahol gyógyvíz is van, természetesen igenlő választ kaptunk, tehát ha hívjuk őket, ők is szívesen eljönnek, és bemutatják a népi tánc tudományukat Celdömölkön. És hogy az önkormányzat szerepe mi volt először is, a város és a városvezetés nagyon büszke a Kemenesaljai Népi Tánc Együttesre, azokra a fiatalokra, akik helyettesítik és a helyükbe lépnek az ebből kiszálló felnőtteknek. Úgy gondolom, hogy ez volt a legkevesebb, hogy az úti költséggel támogatta az önkormányzat, az autóbusz költségét viselte, és mint minden olyat, amelyik Celdömölk hírét, nevét viszi a világba, eddig is és ezután is biztos támogatni fogunk. A Néptánc Együttes több mint 40 éve a Kemenesaljai Művelődési Központ falai között működik, az intézmény művészeti csoportjaként járja az országot, világot. A turnéra a KMKK igazgatója is elkísérte a táncosokat. A meghívók szeretettel fogadták a tánccsoportot, hiszen egy régi baráti kapcsolata van a tánccsoportnak, Kovács Ferenc
konzul úrral, aki korábban a Vasmegye közgyűlésének elnöke volt. Kovács úr mindig is támogatta a Kemenesalja Néptánc csoportot. Néptánc csoportunk évente több alkalommal is fellép külföldön. Most az idén ez volt a külföldi meghívások egyike, melynek eleget tettünk. Tegnap volt egy fellépése a tánccsoportnak, most pedig itt vagyunk ezen a nagy fesztiválon. Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló lehetőség arra, hogy a tánccsoport megmutassa a magyar néptánc, a magyar népzene szépségeit az itteni közönségnek, és bízunk abban, hogy lesz majd ennek a kapcsolatnak folytatása, hiszen a tegnapi meghívó vendéglátó barátaink, illetve a mai napra, akik hívtak bennünket ide a fesztiválra, ők is biztattak bennünket, hogy érdemes lenne folytatnunk ezt a kulturális cserekapcsolatot. A Kemenesalja Néptánc csoport táncosai nagy sikert arattak a rangos fesztiválon, műsorukat élénk érdeklődés kísérte. A fellépés után a lelkes közönséget is bevonták a táncba, rögtönzött táncházat tartottak a német nézőknek. A csoport vezetője sikeresnek értékelte az együttes vendégszereplését. Két napot töltöttünk itt München környékén, a helyi magyarok egyik alapítványának a meghívására, valamint Kovács Ferenc konzul úr meghívására érkeztünk ide, Degenzorfba, valamint München egyik külvárosába léptünk fel, és ott mutattunk be egy órás műsort. Próbáltunk egy olyan táncösszeállítást hozni ide a helyi magyaroknak, illetve a helyi lakosoknak, amellyel egy elég nagy képet tudunk adni a magyarság táncáról. Ugye saját kultúrkülönből, Vas megyéből hoztunk táncot, valamint ugye Erdélyből is több kedvenc vidékünk van, például a Kalotaszeg mezőség, ahol mutattunk be táncokat, mutattunk be új koreográfiákat is, és összességében nagyon jól éreztünk magunkat, úgyhogy köszönjük szépen a meghívást, illetve azoknak is nagyon köszönjük, akik ezt lehetővé tették, hogy el tudtunk jönni. A Kemenesalja Néptánc csoport vendégszereplése nyomán tehát lehet, hogy új kulturális kapcsolattal gazdagodik városunk. Ám addig is, amíg a német néptáncosoknak tapsolhatunk valamelyik celi rendezvényen, táncosainkat továbbra is sűrűn láthatjuk a hazai színpadon. Továbbra is zajlanak a nyári táborok a városban. Az elmúlt héten a Vulkánpark szervezett egyhetes tematikus foglalkozást a fiataloknak, melynek keretében a kisdiákok játékos formában ismerkedhettek meg az univerzum titkaival. Továbbra is várják a különböző tematikus nyári táborok az iskolai szünidőt töltő kisdiákokat. Ezen a héten, július utolsó hetében a Vulkánpark indította el a lassan már hagyományosnak számító egyhetes nyári foglalkozását Bolygóközi kalandozások címmel, melynek keretében a fiatalok közelebbről is megismerkedhettek az univerzum titkaival. Harmadszor szerveztük meg a nyári táborunkat, tavaly nagy sikere volt a bolygós táborunknak, és idén is bolygós tábort szerveztünk más programokkal, hogy akik tavaly voltak, azok ne unatkozzanak, és így újabb dolgokkal ismerkedjenek meg. Sokkal többen vannak, mint eddig voltak a táborainkban. Programok, a különböző égitestekről van szó, minden napra egy-egy égitestet céloztunk be. Első nap úgy általában ezekről volt szó, és akkor utána lebontva csillag, bolygók, üstökösök, mesterséges égitestek, és akkor ezeken megyünk szépen végig tematikusan. Van szabadidő, ahol játszhatnak, elfoglalhatják magukat, és tematikus programok vannak, amikor például ilyen mesterséges égitest formájú sárkányt készítünk, az lesz majd a mai program, akkor társasjátékot találhatnak ki, és készíthetnek el közösen, ami szintén a naprendszerhez kapcsolódik, majd óriás torpedózunk, nemezelünk kis bolygót. Ahogy azt a látogatóközpont honlapja is hirdeti, a Kemenes Vulkánpark 2013-as megnyitása óta egyik fő feladatának tekinti a fiatal generáció tehetséggondozását, valamint a legkisebb korosztály természettudományok iránti figyelemfelkeltését. Ezért is szervez minden évben a tanulni vágyó, érdeklődő természetű gyermekek számára színes programokat tartalmazó tematikus táborokat, ahol a gyerekek játszva bővíthetik a természettudományokról szerzett ismereteiket. Én Sárvárról érkeztem, és nagyon tetszik ez a tábor, és a kedvenc dolgom benne, amikor délután összeülünk, és mindenféle
kreatívoskodást csinálunk, meg beszélgetünk a bolygókról, csillagokról, galaxisokról, meg űrszondákról. A hegyről jöttem, és nagyon jó ez a tábor, és nekem a kedvenc játékom az volt, amikor néztük a bolygókat, meg a rajzolás. Én Hollandiába kijön, és most a vakációba ide mentem, mert semmit más tudtam otthon itt Magyarországon csinálni, és azért itt vagyok most. Jó, sok barátok itt vannak. A Vulcán Park által szervezett táboroknak valóban egyre nagyobb a népszerűségük, ami nem csak a színes programoknak köszönhető, de a látogató központ munkatársainak fáradhatatlan szervezését és lelkes hozzáállását is dicséri. A résztvevő kisgyerekek mindannyian szívesen számoltak be a táborban szerzett élményeikről és tapasztalataikról, és nem hagynák ki jövőre sem a bolygóközi kalandozásokat. Július 19-én elrajtolt a második Celdömölki Open nemzetközi nyílt sakkverseny. A Szomjú László emlékére rendezett bajnokságra ismét színvonalas mezőny nevezett, a helyi érdekeltségű versenyzők pedig ezúttal is kiemelkedően szerepeltek az egyhetes próbán. Már második alkalommal rendezték meg a Celdömölki Open nemzetközi nyílt sakkversenyt. Ahogy az a verseny megnyitóján is elhangzott, a bajnokságot ezúttal Szomjú Lászlónak, a helyi sakkélet vezető egyéniségének tiszteletére ajánlották fel a szervezők. Az ünnepélyes megnyitón a szervezők a fiatalon elhunyt sakkedző családját is köszöntötték. Ezt a második versenyt Szomjú László emlékversenyként rendeztük. Nagy örömünk részen Szomjú László volt az, aki egy, úgymond most miután a sakk újraindult előtte, itt Celdömölkön vitte és kézben tartotta, szívügyének tartotta a celdömölki sakkéletet, és hát a családot is megkerestük, ők is részt vettek és örömmel fogadták, hogy az emlékére rendezünk egy versenyt. Úgyhogy erről a megnyitón, illetve az eredményhirdetésen is néhány gondolta megemlékeztünk. Habár a tavalyi nevezésekhez képest idén alul maradt a jelentkezők száma, ez azonban nem befolyásolta sem a verseny, sem a mezőny színvonalát. Az idei évben 27 játékos ült táblához az egyhetes bajnokság során a művelődési központban. Nagyobb résztvevő számra számítottunk. Hát most így 27-en vettek részt ezen a versenyen, de ahogy néztük országos szinten ezeket a nyári versenyeket, máshol sem tolongtak nagyobb számmal a résztvevők. Talán ez a nagy nyári meleg, illetve hát, hogy július közepén, hát nyomozzuk, hogy mi lehetett az oka, és hát még mindig keressük. Hát azt mondják, hogy egy versenynek az igazi felfuttatására ennél azért jóval több év szükségeltetik. Most úgy tűnik, hogy még mindig azért az időpont, megfelelő időpont keresésnél tartunk, hogyha hát tudjuk tovább folytatni ezt a versenyt. A szakmai színvonallal nem volt gond, tehát egy verseny nem a színvonalát nem azt határozza meg, hogy most azon 30-an vagy 100-an vesznek részt. Három nemzetközi mester így is bejelentkezett a versenyünkre, mind az A csoportban, mind a B csoportban nagyon színvonalas jó mérkőzések zajlottak, és nagy küzdelem, úgyhogy akik eljöttek, én azt gondolom, hogy a verseny színvonalával, körülményeivel nagyon elégedettek lehettek. Úgyhogy én ezúton is szeretném megköszönni a művelődési központnak, hogy ezt a szép termet, tehát mindenféle szempontból megfelelő termet a rendelkezésünkre bocsátották. A verseny a hagyományos 9-fordulós svájci rendszerben két kategóriában zajlott. Az első kategóriában a 2000 élőpont felettiek mezőnyében 15-en, a második kategóriában a 2000 élőpont alatti mezőnyben 12-en mérkőztek egymással. Szeretném még megköszönni a támogatóknak, azt, hogy ez a verseny létrejöhetett.
volt több főtámogató. Ebből lett, hogy az rendezésben is sokat segítettek, ide támogatták, hogy most évről évre a celldömölki önkormányzat azért a nagy rendezvények között szerepelteti ezt a sakversenyünket. Ez mindenképpen azért egy stabil háttér, egy jó indítás arra, hogy emellé még hát nyilván elég sok anyagi fedezetet elő kell teremteni, és hát a helyi, illetve nem csak helyi, máson is, tehát a messzebbről is kaptunk támogatást. Hát azért ettől nagyban függ az, hogy ezt a versenyt meg tudjuk rendezni. Nyilván ez is azért hozzájárul a verseny színvonalához, hogy egy jó díjazású versenyt tudunk ezáltal bonyolítani celldömölkön. A FIDE értékszámszerző versenyen végül a győri Verteti Csatéla győzedelmeskedett. A második Ceri Opennek természetesen idén is voltak helyi érdekeltségi indulói. Összesen 5 versenyeztek a város képviseletében. Közülük a legjobban Cupor Attila teljesített, aki az A csoportban holt versenyben végzett a 6. helyen. Piri Tamás legeredményesebb 1800 élőpont alattiként külön díjat nyert, Galovics Máté pedig a legjobban teljesítő élőpont nélküli versenyzőként térhetett haza a bajnokságról. Ha a hosszantartó hagyományos kezelések sem segítenek, ha szeretne megszabadulni problémájától, szeretettel várja dr. Szepesi Péter, homeopata orvos, természetgyógyász a Sárvári Természetgyógyászati Orvoscentrumban. Az orvoscentrum a legkorszerűbb diagnosztikai és kezelési lehetőségekkel szolgál minden gyógyulni vágyó számára. Általános áttekintő vizsgálat ultrahangdiagnosztikával, fullféle elektroakupunktúrás állapotfelmérés, IBR szisztem általi magas szintű biorezonanciás mérési lehetőségek kezeléssel egybekötve, valamint a forradalmian új akutép technika áll a vendégek rendelkezésére. A centrum teljes értékű, egész szervezetre ható kezelései garantáltan segítenek a különböző gyermek és felnőtt légúti megbetegedéseken és allergiákon, a migrénen, az emésztőszervi, nőgyógyászati és reumatológiai panaszokon, az autoimmun betegségeken és autisztikus zavarokon, a rákbetegek immunrendszeri támogatásán és a lelki problémákon. Szeretettel vár minden gyógyulni kívánó beteget dr. Szepesi Péter, Természetgyógyászati Orvoscentrum, Sárvár, Kassa utca 6. Kedves nézőink! Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVC műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. Kedves nézőink! A következő, augusztus 20-áig tartó időszakban televízión 2 hetenként jelentkezik friss híradóval. Tehát új hírekkel legközelebb augusztus 16-án várjuk Önöket. Addig is a viszontlátásra!